Temesvár, 1990. február. Koncert csata után. Itt robbant ki a romániai forradalom. Itt rombolta le a félelem és a hallgatás falát Tőkés László lelkipásztor. Magyarok mellett románok és más nemzetiségűek is áldozatul estek a szent ügyért, a szabadságért. A megalázottak és a megnyomorítottak mindig megtalálják az összefogás útját. Közös a gyász és közös a zsarnokság feletti győzelem. A háborúskodásnak itt Temesvárott már vége. Magyarok és románok kezet nyújtanak egymásnak. Dunának, Oltnak itt egy a hangja. Mint ahogy nem halt ki az ifjúság szépsége, őszintesége és felszabadultsága sem. Rockkoncert 8 héttel a csata után. Köszönet neked, Temesvár, hogy elűzted a gonosz Európa földjéről. És hálát adok az Istennek, hogy itt lehetek és elsőként léphetek erre a színpadra. Aki teheti, gyújtson velem gyertyát. Azokért a halottakért, akik vérükkel és életükkel fizettek a szabadságért. Az ördögi viszály, amelyet most is szítanak románok és magyarok között, bemocskolja a forradalom és Temesvár emlékét. Mindenkinek rossz volt, de a magyaroknak duplán jutott ki a szenvedésből, mert őszinte barátság nem virágozhat ott, ahol nincs igazság, ahol gyűlölik a magyar szót. Az acsarkodás elnémított itt éneket és zenét. A falon felirat, ebben a házban Ceausescu hóhérai gyilkoltak. Ők most is közöttünk élnek. Tehát a heréiket levágták a férfiaknak. Nőknek pedig a mellét vágták le. Volt egy olyan férfi, akinek be volt varva a szája. Ez a temesvári ház a 42. Ceausescu villa a sorban, de ide sohasem tette be lábát a Kárpátok géniusza, mert utálta a temesvári népet. Nem véletlen, hogy a katonák itt álltak át először a felkelőkhöz. Nehéz és válságos a magyarok és románok közösen vállalt sorsa, de a temesváriak nem a meghátrálás emberei.
Otca i Sina i Svjatog Duha, nini i prisnim u vijek i vijekom. Amin. Upovanije moje Otec pride, žiše moje si, upravljuj do sjati Trojice sjataja, slava tebje. Falurombolás, személyiségtiprás, nemzetsorvasztás, népirtás. Az eszköz mindig a hadsereg és a katonák, akik, ha rajtuk múlik, nem emelnek kezet a népre. Most a csata után, netán csaták előtt, önfeled kis katonák énekelnek katonasorsukról. Koncertezőket és az összes magyarokat. Az emlékezetekben még élnek az irtózatos idők, a félelmek és a megaláztatások. Becsapott és jogfosztott magyarok és románok most olyan szabad és jó hazát álmodnak maguknak, ahol végre otthon lehetnek. Olyan hazát, amelyet senki sem sajátíthat ki, ahol nem rabszolga, hanem emberszámba veszik az erdélyi magyarokat.
Thank you.
Ne engedjük elhinteni az ellenségeskedés és a gyűlölet magvait egymás szívében. A temesvári ifjúság lelke talán megtisztult a forradalom tisztító tüzében. Nem férhet hozzájuk erőszak, ellenségeskedés és bizalmatlanság. Ám a szülőföldért, a temesvári forradalom eszméjéért holnap is meg kell küzdeni. Mert le kell tisztulnia ennek a mai zajos, gyűlölködő és acsarkodó világnak. Temesvár. Rockkoncert 8 héttel a csata után. Mit jelentett neked ez a koncert? Valami... Soha nem gondoltam volna, hogy ez megjelen az életemben. Nem.